Szervusztok, üdvözlök mindenkit az első vodomban. Közel 30 meccsen vagyok túl, ami a StarCraft 2 bétát illeti. Ezt mind Protosszal sikerült lejátszanom, így erre a replay-re esett a választásom egy Protoss versus Terran mérkőzés. Egy négy személyes, teljesen szimmetrikus, a két átlóra szimmetrikus pályával van dolgunk. A jobb alsó sarokban van a Terran, aki szokás módon be is próbálja védeni a bejárat előtti szűk pontot, ahogy én is oda próbálok első körben építkezni. Elején természetesen derítés, ahogy az lenni szokott. Láthatjuk a Terran gyorsan húzza a refnerit. Az első barak, én itt bemegyek, azt hiszem, hogy nem vett észre, ezért kergetem az SCV-t az ellenfélnek. Ez általában a halálom, hogy megölni az ellenfél SCV-t, hogyha valaki nagyon ügyes és nagyon sok energiája van arra, hogy itt cuttingasson, akkor sokáig tudja életben tartani nálam a kis munkását, és nem tudok vele mit kezdeni. Meg akartam mutatni, hogy próbáltam egy tanulmazást véghez vinni, amit hogyha innen nézünk, gyakorlatilag nem lát az ellenfél, de szerintem tudta jól, hogy valami itt kell, hogy legyek, ezért később végül is megtalálni a kanonozásomhoz az így. Igen, nem, igen, ezt szerintem igen, ezt elrontottam. Tehát itt ebben a pillanatban előtte még ki kellett volna raknom egy másik kalont. Igen, igen, a terv ez csöbölent így, hát ezt nem is erőltettem tovább. De egy kis össze-vissza beszélek, ezért elnézést. Nézzünk tovább mindenkit. Három gétféből tudom a hegységeket. Van egy pár zílok. Szokásos cybernetic core, majd benne a gyorsan a stalkerek, később fejlesztés. Itt benéztem egy 5 darab zállattal, hát már jó el volt orra szolgálva, ezen tudtam mit csinálni. Az ellenfél már gyorsan föl is húzott két faktorit, amiből gyorsan tolja már a Hellionokat. A Hellion azért érdekes, mert egy nagyon-nagyon gyors. De körül hasonlítanám a sima Starcraft-on a Vulture-hez. Nagyon gyors. Nem sebez sokat, ad azt legalább területre. Így hát az első csatánál már szembesülök is azzal, hogy ezt nem kéne erőltetni. Annyira még nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogyha a Hellion-t látok, mit kell csinálni. Ezért próbáltam a Zealotokkal majd jól rálohanok. Jó mikróval nagyon lehet verni az összes zavazat úgy, hogy egy Hellionot sem hal meg. Így hát ezt már azt hiszem egyszer-kétszer beszívtam, így nem is erőltettem, úgyhogy itt visszamúltam, megpróbáltam kicsit mikrót is különözni a starterekkel, ami egyébként majd később ilyen nagyon jó ellenfele lesz a Hellionnak. Úgyhogy csupos és visszavonulás egészen a bázisig, ahol nem lehet már csinálni, meg kell fordulni. Itt gyorsan kirakott egy falont, ami tovább föltartoztuk az ellenfelet, aki kifelven taktikával próbál engem kicsologatni jobbról, balról. Ezt a kalont, ezt pont a csalmas aliban egységem, ami van azzal keményen harcolok. Még Starker. Igen, pont az a poén lenne, hogy még négy stalker, de mondom, sok-sok kis autó ellen jól felveszi a versenyt, és most már négy gétvéből jön az utánpótlás is, úgyhogy nem kerültem végül is gondba. Megpróbálkozik még beszaladni, és húzavon a próbáimat próbálja, a próbokat nagyon gyilkolja a Hellion, berolna a próbok közé, nem figyelsz oda egy pillanatot késsel, és már azt hiszed észre, hogy szinte nincs is egy darab sótyer, nagyon vigyázni kell.
az egy bármelyik talán nagyon könnyen meg tud szivatni. A másik, amelyik még nagyon megszivatós, az a Reaper, az is itt egyik játékban itt ugrott be egy Reaper keresztül a pályán. Itt pak, mire észrevettem, már nem is voltak munkák én. Úgyhogy igen, itt beszorultak az egységeket, ez megint csak ugye, ez balgaság. Közben megérkezik az ellenfélnek a tankja is, ami elkezdi ostromolni a bázisomat, nagyon helyesen teszi, ahogy azt kell. Szokták ezt mechanizásnak is hívni, terránc, mintha csak járműveket hoz. Ide épít az engineering bay, ez is tipikus Starcraftból látható momentum. Ugye az azért jó, mert a repülésé berepül a bázison fölé, ugye a Siege-tangnak a ható távolsága megnő. Muszáj vagyok rárólni ezeknek a Siege-tangokra, és koncentrált tűzzel próbálom hatástalanítani őket, hogy leindul fölkészülni erre az ellenfél visszaverésére. Amint ez megtörténik, már el is húzom a csíkot, hát szegény állatok megszívták. Hát muszáj valamit tenni, úgyhogy gyorsan bele is küldetek. Az ellenfél továbbra is tolja a tankokat, ezt úgy látszik. Húz a vona. Mindjárt a öttetés is. Minden berepteti a gyors berepült barakkot. Nem is tudom, miért az engine indít, ha már azt használja. Igen, itt nagyon gyorsan egy sorzatból lőttem ezt a tankot. Jó, beépítkezik, missile-tőrök, minden van itt. Van erre is azért megoldás. Rengeteg stalker kell, a blink képesség nagyon fontos, amíg még most fejlesztődik rá, és raktam még a chronoboost-ot is, hogy még gyorsabb legyen. Ez nagyon fontos. Meg is fogják látni, hogy ez miért nagyon fontos. Az ellenfél nagyon sokat töltik azzal, hogy ide építkezzen, de egységeket helyett inkább az XP-re koncentrál, nyilvánvalóan, amit elég későn tett meg, ezért hátrányba is kerül, de nézzük meg, hogy sikerül ezt a bázist itt lebontani, gyakorlatilag bevonul a egységgel, az állatok rárontanak a szükségekre. Starterek beblinkelnek, és ez sikerült itt eliminálni az ellenfelet. De nem adja fel természetesen a terrel sem. Tehát nem adja fel a terrel, és azért még meg kell vele küzdeni, hogy végképp kényszerítsük. Viszont a blinkes Starkrek nagyon az volt a hibája egyébként a terrának, hogy vikinget nem csinál, ami megkarályozhatta volna a csúcsos vereségtől. Itt a Starkrek nagyon szolgálatot tesznek, és hát az X befogásával gyakorlatilag már jönnek csak a Starkrek, a 3 gateway-ből, úgyhogy gyakorlatilag innen eldőlt a meccs, de azért még nem tudom, hogy egy pár kört, biztos meg biztos. Nem adja föl, még hozzá a tankokat, hozzá őket, otthon nekem is készülnek még az egységek, jött a kezdve. Mivel otthon elfogytak a minden állap. Még azt hiszem, még ott még talán van egy kis érdekesség, és még van egy kis időnk is a 10 percből. Csak annyi történik. Ez igazából masszolás, tehát ez semmi extra. Ilyen kezdve gyakorlatilag egy rakás stalker fogok hozni. Kiegészítem egy kis Dark Templárral még azért. Szellem fölé ezt csinálja a tankok, és Hallion a továbbra is nem változtat a stratégiáján. Ezeket beküldöm előre. Egy hatalmas is megérkezik, azt kapta fel, de
látszik a bűnképes, hogy ugye itt a szívskalkok ellen nagyon nagyon jobban. Most már látszik, hogy itt sok veszteséggel, de sikerül lenyúzom az ellenfelet.